Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a sorozatban igyekezni fogok bemutatni Jordan Peterson 12 szabály az élethez című könyvét. A tervem az, hogy szabályról szabályra fogok haladni, és röviden prezentálom, hogy mi az ő álláspontja, illetve mik az én gondolataim ezzel kapcsolatban. Mint általában a legjobban akkor jár mindenki, hogyha elolvassa a könyved, hiszen akkor tudja megismerni a gondolatokat, az elképzeléseket, az abban vázolt koncepciókat legtökéletesebben. Azonban, ha valakinek nincs ez kedve vagy ideje, akkor remélem, hogy ez segítségére lesz. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Ilyen az élet. Rendszert építünk az életünknek, családokat, államokat, országokat. Elveket vonunk le, melyekre ezeket a rendszereket alapozzuk, és hitrendszereket hozunk létre. Kezdetben úgy élünk ebben a rendszerben és hitben, mint Ádám és Éva az Édenben. A siker viszont önelégülté tesz. Nem figyelünk oda, magától értetődőnek vesszük, amink van. Elfordítjuk a fejünket. Nem vesszük észre a változást, hogy gyökeret vert a korrupció, és minden összeomlik. Ez a valóság hibája lenne, vagy Istené? Vagy azért omlanak össze a dolgok, mert nem szentelünk nekik kellő figyelmet? Erről volt szó már számos alkalommal, ez az élet körforgása. A kemény körülmények kemény embereket teremtenek. Ezek a kemény emberek viszont lágy körülményeket teremtenek. Majd ezek a lágy körülmények lágy embereket teremtenek. És ezek a lágy emberek kemény időket vagy körülményeket teremtenek. Ez a generáció, amelyben élünk, meg az összes többi körülöttünk, de különösen a fiatalabb generáció egyre lágyabb, ezért az idők egyre keményebbek lesznek. Eltűnik minden, ami eddig erény volt, és most már van egy összehangolt törekvés az ellenség részéről, az internet, illetve az információs forradalom segítségével, hogy gyorsítsa ezt az összeomlást, és az összeomlás az itt van, az orrunk előtt. Amint az erény kivész a világból, az az erény, ami eddig összetartotta azt, a biblikus erényrendszer, akkor vége az egésznek, betelik a pohár, a bűn elhatalmasodik, és a rendszer összeomlik. Ez az, aminek előtte vagyunk most. Ádám és Évához hasonlítja ezt, mint az Édenben. Mindenük megvolt, az élet egyszerű volt, nagyszerű volt, nem kellett semmit csinálni, csak hallgatni az atyára, meg tenni azt, amit mondott. De ez nem volt elég. Az, hogy most önelégült lett, vagy akármi lett, ki tudja, kíváncsi lett, az a lényeg. Bejött a korrupció, és az élet onnantól kezdve megváltozott. Utána mindenki vágyakozik vissza ebbe az Édenbe tudat alatt, hogy ott lehessen az atyával. De a világ megváltoztatja gondolkodásmódunkat, és alternatív célokat tűzünk ki magunknak, amik nem tudnak hosszú távon minket boldoggá és az életünket teljesíteni. A hurikán Isten műve. De a felkészületlenség, amikor köztudod, hogy szükség van előkészületekre, az már bűn. Eltévesztjük a célt, és a bűn zsoldja a halál. Ez egy idézet volt mellesleg Petersontól. Tegyünk ezért rendet életünkben, írja. Vegyük végig a körülményeket. Kezdjük az elején. Maximálisan kihasználtunk minden kínálkozó lehetőséget? Keményen dolgozunk a karrierünkön, a munkánkban? Vagy hagyjuk, hogy visszatartson, és lehúzzon minket a megvetés és a haragtartás, amit mi érzünk másfelé. Békét kötöttünk a testvérünkkel, házastársunkat és gyermekeinket tisztelettel és méltósággal kezeljük. Vannak olyan szokásaink, amik tönkreteszik az egészségünket és a jólétünket. Valóban vállaljuk a felelősségünket? Elmondtuk, amit mondanunk kellett a barátainknak és a családtagjainknak? Van, amit megtehetnénk, amiről tudjuk, hogy képesek lennénk megtenni, ami jobbá tenné helyzetünket? Rendet tettünk életünkben? Felelősségvállalás egy szóval, amiről beszél. Az egész könyvet össze lehetne foglalni ezzel az egy szóval. Felelősségvállalás. A felelős ember az, aki érett, aki felnő. A gyerek az, vagy a gyermeki lelkű felnőtt, aki nem képes felelősséget vállalni. Ő az áldozat. És ezekből van rengeteg.
a világban mindig is kiemelkedtek azok az emberek, akik hajlandók felelősséget vállalni, és odaállni, és azt mondani, hogy ez az én hibám volt, vállalom a következményeket, és hajlandó vagyok megváltozni és tovább menni úgy, mint egy jobb ember. Az, aki elkerüli a felelősséget, a többség olyan? Mindenki keres más hibásokat, meg mutogat erre, arra vagy amarra. Nőjön fel ezért hát mindenki, és meg fogja látni, hogy van valami nagyszerű abban, amikor felelősséget vállal a hibáért, mert az Atya látja akkor, hogy alázatos, engedelmes, meg fog segíteni minket, és sokkal egyszerűbb lesz megbirkózni a nehézségekkel, mint azt gondoltuk volna, mert ő az, aki a kezével visz minket elő. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahoo.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!